Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Győrben. Arra kérem a tisztelt egybegyűlteket, hogy mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer közösen. Om Nám. Om Nám. Om Nám. Köszönöm szépen. Képzeljük el, hogy mindannyian egy mozi előadáson ülünk. Mindenki a vásznat nézi, és azt a filmet, amiben az élete van. Mindegyikünk valamennyit elhisz abból, amit lát és hall. Ha nem veszük észre, hogy egy mozi előadáson ülünk, még akár azonosulhatunk is azzal a filmmel, amit látunk. Felfedezzük magunkat különböző korszakainkban, barátainkat, családtagjainkat, munkatársainkat és ellenségeinket egyaránt ebben a filmben. És nagyon ritkán kérdezzük meg, hogy hol a rendező. Teljesen összecseréljük magunkat azzal a karakterrel, akit a vásznon magunkként látunk. Azt hisszük, hogy ez, és csak is ez, ami énünk, és hogy nincs több, és nincs tovább. A film meg van írva, meg van vágva, fel van téve, és ahogy az kivetül a valóságra, csak az lehet az életünk és a halálunk. Valaki, valakik ezt megírták, nekünk pedig kötelességünk eljátszani. Nagyon ritkán kérdezzük meg, hogy hol van ennek a filmnek a rendezője. Azt hiszük, hogy valahol otthon van már, és boldogan nézi a saját adását. És azt hiszük, hogy az valaki vagy valami más, mint mi vagyunk. Hiszen annyian ülünk a nézőtéren. Hogyan is lehetne az, hogy ne egy valaki legyen a rendező? Keressük. Van-e rendező ruhás vendég? Van-e bárki, aki hasonlít rá, akiről azt mondták már a bejáratnál, hogy ő a rendező? És hogyha jobban megnézzük, itt mindenki közönség. Egyszer felteheted azt a kérdést, hogy honnan jön ez a film? Honnan származik? És egyszer, hogyha leválasztódsz a vászonról, és arról az elképesztően akciódus történésről, ami a vásznon van, akkor esetleg hátra nézel. Hátra nézni nem szoktunk, mert senki nem néz hátra. És hogyha mégis hátra néznél, illetlen lennél, hiszen akkor belelátsz mások arcába, ahogy rátapadtak a vászonra. És ilyen furcsa villódzást látsz, ami nem film. De mégis valahogyan onnan jön. És egyszer csak rájössz, hogy hát valahogy valamilyen alibivel ki kéne settenkedni ebből a sorból, hiszen sorokban ülünk, és valahogy megnézni ennek az egésznek a forrását, hogy ez a film honnan jön. És ha kisettenkedsz, akkor szép lassan a folyosón találod magad, ahol nincs előadás,
ahol legfeljebb a büfének a hangjai vannak, és a mellékhelyiségek szaga érződik. Rátalálsz egy lépcsőre, és a lépcsőn mész szépen fölfelé, amíg egyszer csak azt nem látod, hogy gépész, vagy vetítő, vagy idegeneknek belépni tilos. Innen tudod, hogy ez egy más helység, mint ahol a közönség van. Más, mint a mellékhelyiségek, a büfé, a folyosók. Itt valami más van. És bekopogsz, és nincs válasz. Nem nyitnak ajtót. És egyszer csak azt mondod, hogy hú, hát ide tényleg nem lehet bemenni, hát én idegen vagyok, meg nem vagyok gépész, és nem hoztam semmit magammal, kulcsom sincs. De az egész elhelyezkedése pont olyan, hogy onnan kell a vászonra vetülni az egésznek, hiszen semmi más helységből ezt nem lehet. Pont olyan magasan van, pont olyan helyzetben van. Hogy legyen ez? És akkor egyszer csak veszed magadnak a bátorságot, lenyomod a kilincset, és benyitsz a vetítő szobába. És kiderül, hogy ott nincs senki. Van egy gép, rengeteg filmtekercs, és éppen az adott tekercs szépen pörög a vetítőgépen a telitől az üresig. Ez egy régi mozi, nem ez a digitális úri huncutság mostanában. Ez egy régi, jó, filmtekercses mozi. És hallod, hogy kerepel a vetítőgép. Látod, ahogy végre az üvegen keresztül rájössz, hogy ami a filmen van, az 24 képkocka per másodperc sebessége kivetül a vászonra, és az emberek ezért látják ezt folyamatosnak, és ezért hiszik valóságosnak, mert ott a kép és a hang együtt, és a sok-sok kocka együtt ilyen rövid idő alatt a folyamatosság érzetét kelti. De te már látod, hogy ezekből a filmkockákból és a hangsávból van összerakva. Nagyon finom a folyamat, nagyon egyedi a folyamat. És aki nem néz hátra, és nem megy fel a vetítőterembe, az nem látja ezt. És látod, hogy az adott tekercset nem lehet megállítani. Ha megállítanád, kiégne. Aki régi moziban volt, még láthatott ilyet, hogy hirtelen így megállt a tek, és így szépen így kiégett minden, mert nem ment tovább, felforrósodott a cellulóz, és már is vége volt. Pár másodperc. Az a film már a tekercsen van. Nem tudsz rajta változtatni. Szanszkritul ez a prarabda karma, az a karma, ami mindenképpen kijön. Akármit csinálsz, mert már meg van vágva, föl van téve, megy a vetítőteremben, és a vásznon ott van. Ez az az elvárás, amit a világ támaszt feléd, hogy te kilégy, hogy neked ennek kell lenned, és nem lehetsz más. És bizonyos szerepek annyira élethűek, és annyira azonosulsz vele, hogy nem hiszed, hogy lehetsz más. Nem lehetsz más férj, feleség, gyerek, munkaadó, munkavállaló, tanító, tanítvány, hogy csak ez lehetsz, és nem lehetsz más. És akkor látod, hogy hát ebbe a filmtekercsbe belenyúlni nagyon nehéz. Az emberek hitrendszerébe belenyúlni a legveszélyesebb dolog, hiszen ott van az identitás mögötte. És mit tehetsz? Azt teheted, hogy engeded az adott filmtekercset lepörögni, hiszen nem az egész élet, 45 perc, 1 óra, attól függ, mekkora tekercset raktak rá. És amikor lepördül az utolsó képkocka, és a tekercs kifut, akkor az az eredeti fény, amitől a film, az a maga fehér, mozdulatlan, eseménytelen, tulajdonságok nélküli mi voltában megmutatkozik a filmvásznon. És akkor a közönség csalódik, mert nincs történet. Nincs narratíva, nincs akció, nincs romantika, nincsen 24 képkocka per másodperc illúzió, amit eddig valóságnak fogtunk föl, de most hirtelen kifutott a nyersanyag, és látjuk azt a forrást, ami nélkül ez nincs. Látjuk azt a fotonnyalábot, amely önmagában nem hordoz semmit, mert nincs íze, szaga, színe, megjelenése és eltűnése, semmilyen tulajdonsága, nincs teste, nincs lelke,
De valahogy ettől válik az egész lehetővé. Ettől lesz a film film. Minden más az csak hozzávaló. Enélkül nincs vetítés. És akkor a közönség csalódik, hogy megszakadt a narratíva. Megszakadt a film. És milyen buta és ügyetlen mozigépész van, hogy nem tette föl rögtön a másik tekercset, és indult szinkronban azzal, amikor már az elsőnek vége van. Mert ezt mi így szeretjük, hogy nem hagyjuk a karmánkat kifutni. Hogy nem hagyjuk a lelket pihenni. Hogy nem hagyjuk magunkat tudatosodni. Nem merünk éntelenedni, hanem sztori, sztori után, esemény, esemény után, tekercs, tekercs után, nehogy meglásd a forrását. Nehogy rájöjj, hogy te nem vagy azonos azzal a szereppel, aki ott vagy a vásznon. És a következő tekercset még megvághatod, mielőtt fölteszed. A következőnél még van választási lehetőséged. Nagyon sokan megpróbálják ezt az egészet kikapcsolni, és kiderül, hogy nem lehet. Miért? Mert a közönség megvette a jegyet, és üvölt. Üvölt, ha műszaki hiba van, üvölt, hogyha bármiféle rendkívüli esemény történik, és az adás, a film megszakad. És mégis azok, akik a zen mozi előadására ülnek be, engedik, hogy ez a tekercs kifogyjon. Engedik, hogy a film lepördüljön, és megmutatkozzék ez az eredeti fény. Ez a meditáció gyakorlata. Ha ismered a tudat 8 rétegű szerkezetét, amit a Mahayana és közben a zen tanít, akkor láthatod azt, hogy a 8 tudatszint együttes működése a film. A látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, fogalomalkotás, megkülönböztetés, emlékezés. Az utolsó 3 különösen jelentős, mert ugyan a filmhez kell az első 5 fizikai érzékszerv is, de a 6. fogalomalkotó tudat az ruházza föl címkékkel a jelenségeket. Onnan tudod, hogy ez egy zenbot. Eddig csak láttad, hogy van egy tárgy, aminek van színe. De a fogalomalkotó teszi rá azt, hogy zenbot, mert már láttad. A megkülönböztető tudatosságod a 7. mondja azt, hogy ez egy jó vagy rossz bot, rövid vagy hosszú, kellemes vagy kellemetlen. Félelmetes vagy sem. És a 8. a tárháztudat tárolja az összesen információt, amit a 7. dualis címkékkel megcímzett. Amit te elláttál jóval, rosszal, énnel, mással, baráttal, ellenséggel, tehát az azonosulás színusz hullámai, azok eltárolódnak a tárháztudatban, és az emlékezés innen van. Amikor pedig meditálsz, akkor felfüggeszted a 6., 7. és 8. tudatszint tudatos, akaratlagos tevékenységét, és ekkor kezd el kipördülni a film. Amikor meditálsz és tartod a kérdést vagy a mantrát, akkor tartózkodsz az akaratlagos fogalomalkotástól, az akaratlagos megkülönböztetést és az akaratlagos emlékezéstől. Tehát a zen nem címkéz, a zen nem pozitív vagy negatív gondolkodás, a zen nem regresszió vagy elveszés a múltban, vagy kutakodás az emlékeidben, ez mind nem az. A zen semmi más, mint ez. Térj vissza abba a pillanatba, ahol a film keletkezik. Ahol vágod, ahol összerakod, ahol forgatod, és ahol végül is megnézed. És ahol rájöhetsz, hogy te vagy a rendező, és a szereplő, és a néző egyszerre. De éppen melyik aspektusát gyakorlod a létezésednek? Belátod, hogy te vagy a rendező? Válasz felelősséget? Mersz néző lenni, és ezáltal tudatosodni, hogy Úristen, az ott én vagyok, és én teremtettem az avatárt, a személyt. Engedtem, hogy a társam ezzé formáljon. Én ez vagyok most a családomban. Én ez vagyok most a társadalmamban. Én, mint egyén, így érzem magam. És ekkor a vetítőszoba, mely egyben vágószoba is, egy nagyon szakrális hely lesz, ahol a teremtés zajlik. Tekintsünk el attól, hogy a forgatáshoz mekkora apparátusra és milyen helyszín és mennyi időre van szükség. Minden hasonlat sántít, ez is.
Tehát nézd meg azt, hogy ebben a kis szobában micsoda felelősségteljes munka zajlik, mert itt teremtesz. És ez a pici szoba, a pici teremtő szoba kivetül az egész világra. Az egész világ egy mozivászon, ahogy Shakespeare is mondta, csak mozi előtti színház alakjában. Ha ezt a teremtő mozdulatot nem vesszük észre, hogyha nem merünk fölmenni a kis gépész szobába, akkor örökre azt hisszük, hogy minket valaki vagy valami ilyenné teremtett, és sajnos csak ilyenek lehetünk, és tessék minket így elfogadni, meg szeretni, simogatni, táplálni, és egyszer csak majd meghalunk. És akkor vége. Nem, nem. A tekercsek száma végtelen. Végtelen. Ezt a Buddha úgy mondta, hogy számtalan korábbi életünk volt, és számtalan későbbi életünk lesz. Most ez, a mostani, az összes korábbi filmtekercs következménye, és a mostani lesz a későbbi filmtekercsek okozója, eredete. Nem lehet ebből az előadásból olyan könnyen kiszállni, kérem szépen. És aki már egy kicsikét megtapasztalta azt, hogy nem magunknak forgatjuk ezt a filmet, az nem is akar olyan gyorsan kiszállni, nem miért? Mert munka van. Elképesztően rossz klipeket vágtunk be. Abba a közös filmbe, ami az emberiség közös sorsa. Tehát elképesztő az, hogy a négy nagy szenvedésről mennyire nem akarunk tudni, születés, öregség, betegség, halál, mennyire nem akarjuk ezeket tudatosan látni, hogy bizony ezen mindannyian keresztül megyünk, és mennyire hanyagok és felelőtlenek vagyunk akkor, amikor az elkerülhető szenvedésről van szó. Tehát igen, az éhínség, a háború, a betegségek, a válság, ezek mind elkerülhetőek, ha meglátjuk, hogy mi ezeket hogyan okozzuk. Az a baj, hogy az elkerülhetetlenen szeretnénk változtatni, és az elkerülhetőn pedig nem. Pont fordítva tesszük. Igen, azért, mert a vásznon lévőt azt egy tőlünk független objektív realitásnak szeretnénk felfogni, és nem látjuk a saját teremtő kezünket benne, hogy mi ezt hogyan vágjuk össze ezzé az életfilmmé. És általában, hogyha valami bajunk van, akkor a másikat bögdössük, hogy hangosan eszi a patogatott kukoricát. És ez valójában a problémánk, a szomszéd. A szomszéd a probléma. Úgyhogy tessék szíves meglátni, hogy ebben a pillanatban te hogyan vágod össze a filmedet. A látásból, hallásból, szaglásból, tapintásból, ízlelésből, fogalomalkotásból, megkülönböztetésből és emlékezésből. Az emlékezés az itt egy hármas tengely, a múlt, jelen és jövő tengelye. Ahogy ezt a Szívszutrában olvasod, a három világ vagy a hármas világ összes buddhája a meghaladó bölcsesség által éri el a legmagasabb rendű felébredést. És ez a meghaladó bölcsesség azt hitte, menjél ki arról a nézőtérről néha, legyél szíves. Nehogy azt hitt, hogy te vagy a körülmények áldozata, holott mindenki azt mondja, hogy milyen okos elkövető vagy. Semmi más nem kell tenned, csak menj föl abba a picike kis szobába, ahol a vetítés, a filmvágás, a projekció megvalósul, és egyszer csak engedd a filmet kifutni. Engedd magad igaz természetedhez visszatérni. Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Ha ezt tapasztalod, biztos, hogy más filmet forgatsz, mint akik csak ott ülnek, és várják a csodát. Miért? Nincsenek csodák. Elvégzett munka van. És amikor egy nagyon jól elvégzett munkának az eredményét egyszerre meglátod, akkor mondhatod azt, hogy hát ez csodálatos. Ránézel valakire, aki egész életében gyakorolt, és én Koreában is nagyon sok ilyet láttam, a jeltelen szerzetesektől kezdve, a jeles tanítókig, a dolgos világiaktól kezdve, a csavargókig, ők is páran gyakorolnak. Tehát ez nem társadalmi helyzet kérdése. De látod azt, hogy egy egész életen keresztül kereste ezt az eredeti fényt, és vágta a filmjét, hogy ő olyan ember legyen, aki a következő életébe szívesen megy ezzel a karmával, amit ebben az életében összevágott magának. Mert hogyha jól meditálsz, azt is látod, hogy az ok és okozat tengelye mentén te kivé válsz. Mert a kivé válsz, az lesz a
kezdett a következő inkarnációdban. Olyan családba születsz. Olyan társadalomba születsz. Olyan testbe születsz. Feltetted magadnak a kérdést, hogy miért ebbe a testbe születtem? Miért ilyen az arcbőröm? Miért nincsen normális szakállam? Vagy van gyönyörű szakállam? Hogy van ez? Miért születik valaki férfinak, miért születik nőnek? Miért születik mondjuk Magyarországra, vagy mondjuk a Felvidékre, vagy Erdélybe, vagy uram, bocsánat, Vajdaságra, Kárpátaljára, vagy Karintiába? Hogy? Hogy van ez? És ez mind a film. Ez az összevágott karmát. Az azonosulás ragasztójával összeállított életfilmed. És hogyha ennek a szabadságát meglátod, akkor meglátod a felelősségedet is. Hogy ezzel valahogy haladj a felébredés felé. Valahogy próbálj meg segíteni másokon. És így a bevezető végén Shanti Devát szeretném idézni. Nem buddhista volt, hölgyeim és uraim, csak India egyik legnagyobb bölcse. És ő ezt mondta. Boldogtalanok azok, akik csak a saját boldogságukat keresték. Boldogok azok, akik mások boldogságát keresték. Kinek van kérdése? Főleg így tavasz elején sok szó esik ilyenkor a tisztulásról, tisztaságról, megtisztulásról, és nekem most ez egyelőre nem tiszta, hogy hogy kell erről gondolkodni, hogy hogy érdemes erről gondolkodni. Eddig úgy gondolkodtam róla régebben, hogy ami nem tiszta bennem, akár, igen, akár régi emberek, akár régi gondolatok, akár testi dolgok, azokat el kell dobni, mert az már nem az enyém, az már csúnya, nem hozzám tartozik. Most már egy kicsit ez megváltozott, de hogy egyáltalán helyes-e erről bárhogy ítélkezni, gondolkodni, vagy még ez se kell, hogy eldobhatsz hogy régi emlékeket, eldobhatsz régi képeket, eldobhatsz megrohadt ételmaradékokat a hűtőszekrényből. Hogy dobod el az énedet? Az a legnagyobb böjt. A tudat böjtje az, amikor a saját önképét nem eszi meg. Amikor a saját egoitását nem zabálja föl, és utána hányja ki a világra. Ez a legnagyobb böjt. Nagyon jó a fizikai megtisztulás, itt nem sokára a húsvét, a ramadán, meg ilyenek. Tehát persze tavasszal szoktuk a télsalakját kiereszteni. Fizikailag ez nagyon könnyű, nagyon-nagyon sok és jó fizikai tisztulási kurzus van. Aki ezt szeretné, nyugodtan fizessen be rá, nagyon fontos. De a lélek tisztulása az a tudatosodás. A tudatosodás egyetlen gátja a saját önképed. Hogy dobod el az énedet? Hogyan böjtölöd ki az önképedet? És ehhez kell az a nem gondolkodás, amiről beszéltem, mint meditáció. A nem gondolkodást, a nem konceptuális, nem dualisztikus, nem időbe vetett gondolkodást, figyeltétek a 6-os, 7-es, 8-as tudatszint működését, ezt megfelelő praxissal eléred, és ez az elme böjtje, a tudatosodás maga. Ezt a megtisztulást évszaktól függetlenül érdemes minden pillanatban gyakorolni, de tavasszal nagyon kell, mert utána jön a nyár. És a nyáron vakációzunk, és ezt szoktunk feledkezni mindenről. De aztán jön az ősz, és gyűjtögetünk megint, mert tudjuk, hogy tél lesz. Tehát a tudatböjtje az az illúzióktól való megszabadulás, és az én képnek a nem megevése. Tehát te ne hidd el azt, akinek te hiszed magad. Lásd az utadat, tartsd az irányt, ismerd fel a helyzetet, teremts helyesen kapcsolatot, cselekedj helyesen, de az önképedet ne zabáld meg, légy szíves, mert nagyon nehéz emészteni. Ott marad a léleknek a béltraktusában, és így elbújik egy ilyen kis dudorba benne, és szennyez. Önkép alapú vastag bélrák, tessék vigyázni. Jó? Ezt a tisztulást kívánom. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy a buddhizmus az értelmezhető filozófiaként, vagy mindenképpen vallásként tekintsünk erre? Mi lenne, Viki, hogyha sem filozófia, sem vallás, sem pszichológia nem lenne a Buddha útja?
Jó hírem van, hölgyeim és uraim, olyan, hogy buddhizmus olyan nincs. Ázsiában kétféleképpen szokták ezt nevezni. De egyik a bulkyo, a kyo az a tanítás. A tanterem az a kyoshil, a hakyo az az iskola. Oké? Tehát a buddha tana az a bulgyo. Bulgyo shinja a buddha tanításának a követője vagy hívője. Oké? A másik a buldo, a buddha útja, ez a tárgyas közelítés. És ez a kettő az, ami jelöli Sákjamunit és az összes pátriárkát, és majdnem mátriárkát mondtam, de Ázsiában az nincs, hiszen vannak egyébként gyönyörű női tanítási vonalak szerzetes nők képében, de a helyzet az, hogy olyan, hogy buddhizmus, olyan nincs. Ezt az izmust, ezt a nyugat csinálta, mert ilyen abszolút értelmű gyönyörűségekben akarjuk az örömünket meglelni, hát eléggé ráfagytunk erre. Az abszolút értelmű kijelentésekből van a nagyon sok vallásháború, és az egyéb ilyen egyet nem ért, és hogy most kinek az Isten képe helyes. Hát Európa nem jeleskedik a toleranciában ezen a területen, és éppen ezért a buddha tanát lehet akadémikusan értelmezni, tehát filozófia, teljesen helytelen, mert ugye a filozófia az a bölcsesség szeretete, görög eredetű, ugye. És itt nem csak szeretjük a bölcsességet, itt a bölcsességet tapasztaljuk. Nem valakinek az elgondolásáról van szó, hogy majd én elgondolom, hogy a világ ilyen, szerintem, és meggyőzlek arról, hogy tényleg így van. Nem. Pont ezt a gondolati konstrukciót távolítom el magamból, és segítek neked is, hogy a saját projekcióitól, fixa ideáitól, elméleteitől szabadulj meg, és végre lásd meg, hogy a világ pont ilyen. Pont ilyen, amilyen. Az ég kék, a fű zöld. Ennyi. Ezért nem filozófia. És nem pszichológia, bár az Abhidhammában, a hármas kosár harmadikjában, ugye a Sutta Pitaka az első, Vinaya Pitaka a fogadalmak, szabályok a második, és az Abhidhamma Pitaka a harmadik kosár, és bizony ebben benne van az összes ilyen pszichológia, hogy mit élsz át tudatilag akkor, amikor. Tehát ezek ilyen tök érdekes dolgok, de ez már következmény, ez már termék, ez nem a termelő, ez nem a tudat. Tehát amikor arról van szó, hogy nem filozófia, nem pszichológia, nem is tudomány, pedig okozatisággal aztán rendelkezik vastagon, akkor az utolsó mencsvár az izmusokat kedvelőnek az, hogy hát akkor vallás. Hát ha akarod, szeretnéd, hogy vallás legyen, kiteszek egy szobrot, azt imádjad, kész, megvan. Kijelölök egy könyvet, tekintsd abszolútnak, szerbusz. De ilyenkor nagyon összecseréljük az eszközt a céllal. Igen, fontos a hit, de a tárgya az jó, ha nem név és forma. Hogy tudsz hinni valamiben, aminek nincs neve és formája? Nincs színe, szaga, íze, állaga, jövése és menése. Hogy tudsz abban hinni? Mégis ez az, ami valahol lát benned, és az éntelen igazi önvalót felé mutat. Hogy tudsz ebben hinni? Hát a válasz az, hogy csak tapasztalat által. Tehát a buddhizmus ezért nem térítő és nem vallás, mert nem győz meg téged semmiről. A tapasztalat útja nyitott, ha szeretnéd, tapasztalhatod igazi önvalódat, az állandóan változó önképet helyett, de ha nem szeretnéd, nyugodtan nézd tovább az előadást, senki nem fog téged feltuszkolni a vetítőterembe, és megmutatni neked azt, amit nem akarsz látni. Tehát a buddhizmus, amely nem buddhizmus, hanem a felébredés útja, az egy tapasztalati út ahhoz, hogy az illúzióktól szabadulj meg, a szenvedésteli állapotokat halad meg, és ne teremtsd újra sem magad, sem mások számára. Érd el a felébredést, és segíts másokon. Nagyjából ez, hogy ébredj föl, és segíts másokon, ez egy picikét jellemzi azt, amiről itt szó van, de a zennek van négy gyönyörű alapelve, amely azért nagyon oda teszi, hogy miről van szó, és miről nincs szó. Az első rögtön alávág a dogmatizmusnak, mert azt mondja, hogy ne támaszkodj az írásokra. Tehát te ne kis betűből akard levezetni a tutit. Tehát termékből csak termék lesz, semmi más. A következő, hogy közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Nincsenek köztes rétegek, nincsenek
metarendszerek, nincsenek különböző leíró bázisok, közvetlenül az emberi tudatra irányulsz. Megkérdezed, hogy mi ez? Mi ez, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel? És végül is kimondja azt, hogy én, ezzel megváltotta a kilépő cédulát az édenkertből, és elindult vagy föl, vagy le. Miért? Mert az énséget már nem tudod a palackba visszagyömöszölni. Tehát az ember mindig tudatos lesz, addig, hogy kimondta azt, hogy én. Na de leszünk annyira tudatosak, hogy ennek az énnek a valódi természetét meglátjuk? Vagy csak a saját illúzióinkat visszük tovább? Tehát az éntelen következő lépés megvan-e? Megvan-e az a tudatosság, ahol van hit, de nincs a hitnek tárgya? Amikor csak tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel. Megvan-e a lényegnek ez a tapasztalása? És a harmadik zen alapelv azt kimondja, hogy a felébredés egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával, és nem az, amikor a vizen jársz, vagy sziklából vizet fakasztasz, vagy valami hasonló. Tehát a felébredés az, amikor minden illúziótól megszabadulsz, minden duális már egyé vált, és tapasztalod azt, ami nem fogható szavakba, de mégis mindennek a forrása és az enyészete. Innen jön minden jelenség, és ide tér vissza. És a negyedik pedig tudattól tudatig való közvetlen átadás, és ez azért rossz hír, mert akármennyi dharma beszédet hallgatsz, ha nem meditálsz, nem valósul meg. Tehát vannak egynapos zenjeink, meg zentáborjaink, és jönnek, és megkérdezzük, hogy miért érdekel. És a válaszban többször benne, hogy hát én már másfél éve nézem a videókat, meg két éve hallgatom a dharma beszédet, és most úgy döntöttem, hogy eljöttem. Édes szívem, mi tartott két évig? Nem volt világos, már mondjuk két hét, két hónap múlva, nem sietetlek sehova, csak rövid az élet, tudod? Tehát ez a négy, és hogyha ezt a négy alapelvet bárhol látod a szellemi gyakorlatban, az tényleg a megszabadulás irányú út, és nem pusztán zen, tehát van olyan keresztény meditációs ima típus, ahol ez a négy alapelv ez megvalósul, és én találkoztam ilyen emberrel, aki ezt csinálja, és nem buddhista. Buddhizmusban is látsz olyan vallásosságot, vagy olyan dogmatizmust, mert a szemlélet olyan, hogy így ragaszkodik az írásokhoz. Nagyon komoly. Vagy az, hogy csak az ő mantrája jó. Más mantra az, az kuka, az csak szamszára. Na de az enyém. Az enyém az az éntelenítő mantra, mert én csinálom, és az én éntelenségem a tiednél sokkal jobb. Na. Szóval, érted? Ez mind ember függő. Mind ember függő. Rajtad múlik, hogy mit csinálsz belőle. Úgyhogy ezért nem vallás, nem pszichológia, nem tudomány, nem izmus. Mit szeretnél? Ha utat szeretnél, ha felébredni szeretnél, ha segíteni szeretnél másokon, itt a lehetőség, és ez a Buddha tanításának a lényege. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Én ahhoz szeretnék visszatérni, hogy az a feladatunk, hogy ébredjünk fel és nem, segítsünk. Vállalhatod, hogy az életed része a felébredés gyakorlás is, de neked az nem feladatod kívülről, tehát nincs olyan, hogy a buddhista iskolán itt valaki tanárjelmezben azt mondta, hogy hívnak? Érikó. Tehát senki nem fogja mondani a kis képzeletbeli buddhista iskolában, hogy Ildikó, a feladatod a felébredés, és most ezt a tesztet töltsd ki. Tehát ez nem ilyen. Ez olyan, hogy vállalhatod. És na, ha vállalom, akkor... Akkor készülj fel a legrosszabbra. Hogy, hú, te, hogy az, honnan, az nagyon durva. Hogy honnan tudom, hogy itt az idő, hogy tudok segíteni másoknak. Ez onnan látszik nagyon jó, hogy belül eleged van. Tehát amikor tényleg eleged van, akkor van itt az idő. Tehát eleged van a folyamatos illúziógyártásból, eleged van a szenvedésből és szenvedtetésből, eleged van abból, hogy csak éled az életed, de nagyon-nagyon mélyen tudod, hogy ennek így nincs értelme. És a legkeményebb, hogy érzed, hogy közeleg valamikor a belátható jövőn belül az, hogy ezt a testet el kell hagyni, és nagyon nem tudom, hogy akkor mi lesz, és valójában félek a haláltól. Tehát ezek a hajtóerők önmagukban is elegek ahhoz, hogy ugye valami mást, valami jobbat, valami tudatosabbat akarjon az ember. De általában addig szoktunk várni, amíg megbetegszünk, vagy valaki kedves meghal, vagy valami elképesztő válságba jutunk, és akkor szeretnénk a rossz álomból felébredni. A jó álomból is föl kell. Csak nehezebben vagyunk rá hajlandóak.
Oké. Tehát amikor eleged van, akkor vagy érett az útra. Hát ez megvan, de az, hogy félek a haláltól, ez egyáltalán nincs. Nem kell ezért. Elég, hogyha valaki mást féltesz. Nem kell, mondom, ezek így önmagukban elegendőek ehhez. A másik, hát folyamatosan várom a mi ez kérdésemre a választ. Jaj, ne. Én azt szeretném, hogyha minden lélegzetedben benne lenne a kérdés, de ami válasz, azt nyugodtan engedd el. Na, ezt tényleg el kell engedni. Uh-huh. Ragadd meg a kérdést, engedd el a választ. Uh-huh. Mert hogyha valamilyen válasz van a mi ez, az alanyi, belső, eredeti mi ez kérdésre, akkor megint egy önképnél leragadtunk. Ha a mihez kérdés hatására egyre kékebb az ég, és egyre zöldebb a fű, akkor jól csinálsz valamit. Oké, köszönöm. Nagyon szívesen. Én most már nagyon régóta kapom azt a különböző problémákra válaszként, hogy az önszeretet hiánya a probléma, és ez most egy ilyen nagyon divatos dolog is, hogy nagyon. Szeresd magad. Igen, de hogy, nagyon. Hogy ezt hogyan, tehát hol van ennek egy egészséges határa? Ezt szeretnéd? Szeretném. Jó, akkor megtanítom. Ennek a botnak hány vége van? 2. És a bot az hány darab? 1. Jó. Ha a bot egyik vége elkezdené szeretni a másikat, az milyen lenne? Nyugodtan, amilyen érzés eltöltött, és látom az arcodon, azt kimondhatod. Hát fura. Ugye, hogy furcsa? Hát ez a baj. Tehát általában akkor vagyunk boldogok, amikor úgy nagyon egységben vagyunk, és így nem vagyunk így megosztva ára és bére. Hogyha a személyiségünk egyik felét kinevezzük alanynak, a másikat kinevezzük tárgynak, és az alany elkezdi szeretni a tárgyat. Nem furcsa az egy kicsit? Na, ezt hívják, kérem szépen, érzelmi rövidzárlatnak. Tehát bedugjuk mindkét ujjunkat ugyanabba a konnektor, és na, ezt ne, jó? Tehát az érzelmi önkielégülésnek egy ilyesféle teljesen hiába való kísérlete egy olyasféle energiaveszteséggel zárul, ami egyszer méltatlan az emberhez. Én javaslom, hogy legyél kockázatvállaló. És ezt az egészet, hogy te megosztod magadat egy szerető és egy szeretett félre, ami egy állandó belső megosztottság lenne, most az egyik felem szereti a másik felemet. Na most ez a felem viszont szereti a másik felemet? Ja, lehet, hogy 2 darab van, akit szeretnem kellene, de csak egy tudja szeretni a másik 2-t. A rosszabbik énemet, meg a jobbik énemet szereti valami belül. Ezt el lehet ám játszani egész a 2/3 többségig, tehát vigyázzunk. Tehát ekkor válasz egy óriási kockázatot, és a tudatodat egyben tartod. Nem 2-ben, nem 3-ban, 1-ben. És elkezdesz szeretni egy másik lényt. Kutyát, macskát, embertársunkat. Az embertárs a legkockázatosabb, mert az visszabeszél. És az embertársunk esetleg viszont is szeret minket, ami egy olyan lefegyverző élmény, hogy nagyon kevesen vállalják. Vállalunk érzékszervi kapcsolatot, vállalunk érdekközösséget, vállalunk gyereket, vállalunk ezt, vállalunk azt. De az, hogy tényleg szeressük a másikat, és engedjük, hogy a másik is szeressen minket, ez ritka. Nézzük meg! Tehát az összes trauma kapcsolatunkban attól van, hogy összecserjük a szeretetet valami mással, ami nem az. Tehát megpróbáljuk például a feltételhez kötött élet szabályait szeretetként feltüntetni. Nem, ott a szabálykövetés van. Semmi gond. De a feltétel nélküli szeretetet ne keverjük össze a feltételhez kötöttel, az ég szerelmére. Akkor átbukunk és buktatunk, hogy hihetetlen. Tehát mindezek mellett, és még a lábjegyzőt, amit el sem mondtam, vállaljuk azt a kockázatot, hogy szeretünk egy másik lényt, és az a másik lény viszont szeret minket, ezt azért nem szoktuk érdemben vállalni, mert olyan átalakító, transformáló élmény, hogy te magadra se ismersz egy pár hónappal a kezdete után. Nem ismersz magad, hogy én ezt, ő, és én, ő, én, hát ezt nem is értem. Tehát vállalni kell, hogy egy másik lényt szeretek, és egy másik lény viszont szeret engem. Ettől lesz ez valami. Önmagamat nem tudom szeretni, mert egy darab van belőle.
Az összes többi illúzió. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Hogyha mi ezt kérdést elengedjük, akkor a mi a dolgommal mi a dolgom? Hát mikor mi, ugye? Tehát a mihez kérdés az az, amikor béke van. Nincs stressz, nincs kényszer. A mihez kérdés az, amikor leülsz, és így boldogan kipucolod a teret magad körül, magadban, és egy 360 fokos gömb érzetben, ott vagy a tiszta tükör, tiszta tér állapotában, és a tantiened boldogan bizsereg a mihez kérdéstől. Kész, ennyi. És akkor egyszer csak a szó visszatér a csendbe. Tehát ugye mindenki tudja, hogy a kérdésnek van egy szóbeli és egy nem szóbeli változata, mint ahogy a taxisnak elmondhatod, hogy egyenesen, 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 és így ezt is, ezt nem szokták szeretni a taxisok, ezt ne csináld. De az, hogy a mihez kérdésre úgy térsz vissza, hogy már csak a lélegzetet figyeled, és a lélegzetben benne van a kérdés. Ezt meg kell érezni. Ez pár hónap. Nagyon jó gyakorlat. Amikor ezt meg tudod tenni, akkor a tudatod folyamatos öntisztító üzemmódban van. Folyamatosan a tükör lehántja magáról a kényszerű azonosulásokat. Folyamatosan visszatérsz a tiszta tükörszerű térszerű önvalódhoz. Ez a mihez kérdés gyakorlása, amikor nincs feladat. Ezért kell a formális gyakorlatot is elvégezni, hölgyeim és uraim. Mert akkor biztos, hogy nincs külső feladat, hiszen a 2x30 vagy 40 perc meditációt azért komponáltuk meg, hogy te ne kívül kell, hogy dolgozz, csak belül. A mi a dolgom az akkor jön, amikor feladat van. Ekkor akár a tárgyas mi ez kérdés van, hogy mi ez. De általában az életben már ez már dinamikus, tehát cselekszünk, és akkor a mi a dolgom, az nem helyettesíti a mihez kérdést, hanem felváltja egész addig, amíg vissza nem tudsz menni ebbe a gyönyörűséges, nem cselekvő állapotba. Na most, ha eleget gyakoroltad a mihez kérdést, akkor elég tiszta a tudatod ahhoz, hogy a mi a dolgomot jól műveld. Tehát a tükör soha nem téveszti össze magát a tárgyával, csak éppen teszi azt, amit tenni kell. Csak látsz, csak hallasz, csak teszed, csak gondolkodsz, csak érzel. Érted? És amikor ez megvan, és a tükör folyamatosan tiszta a cselekvés közben, ezt hívják a nem mozduló mozgásának, a nem cselekvő cselekvésének. Ez Wei Wu Wei kínaiul. A Wu Wei, koreaiul Mu Wei, az a nem mozduló, az a mi eznek az eredménye. A mi a dolgomnak az eredménye, az a mozduló, a cselekvő. A kettő együtt kell, miért? Mert egyszerre vagyunk teremtők és teremtettek. Egyszerre vágod a filmet, és nézed az előadást. Oké? Okay? És a mi a dolgomban, ez mindenképpen hivatáshoz kötött-e? Nem. Vagy pedig én élhetem az életemet. Te élheted az életedet, de ez most nagyon sokba fog kerülni. Az összes korábbi korlátodat le kell vetned, amiben így kapaszkodtál. Hát ezért... A saját szabadságodat kell magad felé kifizetned. Fel kell tudnod adni a téves nézeteidet. Az illúziókkal kell fizetni, amiket addig valóságnak gondoltál. Ezért kerül sokba. Nem tudjuk pont azt feladni magunkból, amit kéne. Tehát csókolgatjuk a láncainkat, és közben imádkozunk a szabadságért. Hát akkor... Mondjam? Már elmondtam. Csak tedd. Ennyi, semmi több. Köszönöm szépen. Szívesen. Olyan gondom lenne, hogy körülbelül egy 4-5 évvel ezelőtt történt velem valami, amit még én sem tudok. Elmentem dolgozni, és másnapra egyszerűen belém jött egy olyan érzés, hogy én soha többet nem tudok közösségbe menni. Ez így is történt, és otthon is voltam. Elrendeztem a napi dolgaimat, a napi rutinjaimat, és most ez a pillanat, ilyen sok évnek el kellett tennie ahhoz, hogy egy kedves ismerősöm meghívott most a mai estére, és érdeklődni szeretnék, hogy miért pont most, és miért jött ez az érzés, hogy nekem most itt kell lennem ebben a pillanatban. Fogalmam sincs. De annyira nem tudom, mint amennyire örülök, hogy most sikerült közösségbe jönnöd, és itt vagy velünk. Ennek én nagyon örülök. Köszönöm. Nagyon szívesen. Minden karma mulandó.
Minden karma relatív, mert keletkezett és változtatható. Ezért, ha valamiben nem teszel energiát, az elkezd szépen oszlani, szétoszlani, megszűnni. Ez az entrópia törvénye. Ez lelkileg is és fizikailag is igaz. Minden karma lejár, amiben nem teszel energiát. Ha gondolkodsz róla, veled marad. Ha nem gondolkodsz róla, eloszlik. Én az önazonosságról szeretnék kérdezni. Ki kérdezi? Nem tudom. Akkor megvan az önazonosság. Az önazonosság az önvaló? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Nagyon jó kérdezel, de még egy lépés kell, és koan praxis nélkül nem fog menni. Tessék eljönni az elvonulásra, jó? De már ott vagy. Ja? Nekem az lenne a kérdésem az egyensúllyal kapcsolatban, hogy van-e olyan, hogy állandó egyensúly? Van, amikor azt érzem, hogy teljesen harmóniában vagyok önmagammal, és akkor csupa jó dolgokat élek meg, mind a környezetemben, mind az emberek és kapcsolódások terén, és akkor így halmozom ezeket az élvezeteket, úgymond, és nem tudok velük mit kezdeni sokszor. Viszont van a másik véglet, amikor pedig történik egy akár kisebb baleset, úgymond munkahelyi dolog, vagy egyéb kisebb dolog, és akkor pedig ez a nagyon lehúzó, és zúdul rám minden rossz, és így nagyon élem ezeket, közben mégis azt érzem, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Tehát, hogy ez a két véglet, és igyekszem úgymond a harmóniát keresni magamban, de úgy érzem, hogy sokszor elcsúszik ez a dolog. Bizony elcsúszik, mert ez csak rólad szól egyelőre. Akkor tudnál egyensúlyt találni, hogyha az egy meg lenne. Ha ez megvan, ez az egy. Ha erre a pillanatra olyan súlyt helyezze, hogy sem a jó érzés színuszgörbéje, sem a rossz érzés színuszlapája nem billent ki az egyből, akkor vagy egyensúlyban. De amíg csak a saját harmóniádat keresed, ami a karmádnak a jó konstellációja, addig mindig lesznek jó napok és rossz napok. Jojo Zen mester azt mondta, minden nap jó nap. Vajon miért mondta? Hát zenmester volt, ő tudja, ugye? Azért, mert ez az egyensúly megvolt. Tehát nagyon fontos, hogy ne a magad harmóniáját keresd pusztán, hanem a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és együttműködés hármasából. Te pontosan mindig egyensúlyba, azaz középre hozd azt, ami épp történik, vagy azt a valakit, akihez viszonyulsz. Volt már olyan, hogy mondjuk egy párkapcsolatban észrevetted, hogy bármi, amit mondasz, az épp rossz. Bármi. Sose volt veled ilyen? Hát ajánlom, próbáld ki. Mert akkor a csendnek az értéke felmegy nagyon. Tehát a harmónia értéktősdéjén a csendnek felmegy az értéke, de csak akkor, ha belátod, hogy most ebben a pillanatban, hogyha kinyitod a kis szádat és megszólalsz, az biztos, hogy hiba. Biztos. Na most az egyetlen egy olyan szó, amivel ezt el tudod kerülni, hogy drágám, én most nem értettem pontosan, hogy miért mondtad azt, amit mondtál, de segíthetek? És így általában másképp jönnek ki a dolgok, mint hogyha te jó kis igazadnak a tudatában oda jó reagálsz egyet, és akkor össze is akasztottuk a bajszunkat, és össze is vesztünk, és már mit-tata-rattata, de 10 perc ezelőtt még úgy szerettük egymást, te, hogy az az atom erőmű, az még nem is született. Tehát, ugye, föl meg le. Tehát nézzük, hogy az egyensúlyhoz mi kell. Az egyensúlyhoz az egy kell. Tér vissza az egybe, az egység tudatba. És az egység tudat tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Így látsz tisztán. És akkor meglátod, hogy pontosan mi kell ahhoz, hogy ebben a pillanatban a harmónia magam és a másik fél vagy a környezet között meglegyen. Ez pillanatról pillanatra változik. Na ez, ennek a látása, hú, ez egy nagyon nagy művészet. Illetve még lehet egy kérdésem. Az lenne a kérdésem, hogy van egy nagyon fontos ember a számomra. Egy? Egy. Hűha, így van, akkor ez izzik, mondjam.
És azt élem meg vele, hogy soha nem tapasztaltam, éreztem még ezt a dolgot. Nincs ezt itt, véletlen? Sajnos nem jött el, pedig igyekeztem elcsalni. Pedig ha ezt hallanád te. Jaj, jaj, igen, de majd megnézi YouTube-ról, mondjad. Szóval, hogy azt érzem, hogy feltétel nélkül szeretem konkrétan, és, wow. És ezt élem is, és soha, tehát senki felé nem éreztem még ezt, mint ő. És ezt el is mondtad neki? Mondtam neki, persze. Igen, konkrétan így. Azt, és mi volt a reakció? Hát örült neki, de... Csak? Hát emészgeti. Jaj. Nem puszilt meg? Hát bőgés lett végül belőle, mármint hogy jó értelemben, de igen. Úgyhogy, hogy van ilyen, hogy csak egy embernél, tehát hogy ez a feltétel nélkül szeretet, ugye ezt is sokszor hallja az ember, és nekem ez a kérdésem, hogy ilyen létezik-e, hogy bizonyos egy ember iránt érzem én azt, hogy őt feltétel nélkül tudom szeretni. Tehát, hogy ilyen van. Van. Csak a megtartása sokkal nehezebb, mint az elérése. Uh-huh. Tehát Cungszerzenmestert megkérdezték, hogy a megvilágosodás elérése az egy nehéz dolog. Azt mondja, elérni sokkal könnyebb, mint megtartani. Tehát szerelmesnek lenni, és azt érezni, hogy számodra a 10 000 férfi visszatért az egybe, és ez az egy az ott van előtted, az egy óriási érzés. Na de hogy tartod ezt meg, hogy holnap is, jövő héten is, 2 év múlva, 10 év múlva, akkor is az legyen. Tehát ez már egy folyamatos munka. És ezt kell tudni elvégezni. És meg kell nézni, hogy mi az, amikor feltétel nélkül megy, és mi az, amikor csak feltételekkel megy. És egyiktől se szabad visszariadni, de nem szabad felcserélni a kettőt, ahogy ezt már korábban mondtam. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Szülőként sokszor felteszem magamnak a kérdést, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni. Hogy kell egy keret, amiben egészségesen fejlődik mondjuk a gyermek, és hogyha ő feszegeti azt a keretet, akkor felmerül bennem, hogy akkor most ezt a keretet tartani kell, vagy itt lép be a feltétel nélküli szeretet és teret adunk. Itt az okozatiság működése az, ami elképesztően fontos, és az egyedüli irányadó. Nekem van egy 7 hónaposom, és már most feltételhez kell kötni bizonyos dolgokat. Kőkeményen. Ha ezt megcsinálod, akkor az nincs. És ezt persze nem élő szóval érti, hanem gesztussal. Még nagyon kevés ilyen van. De már van egy-kettő, hogy mit lehet megharapni, és mit nem. Mi az, amiben engedjük, hogy beleharapjon, és mi az, ami szent, és nem lehet beleharapni, és ezért ezt meg kell tanítani. Tehát... Feltételhez kötött, igen, van. Feltétel nélküli, igen, van. És nem lehet felcserélni a kettőt. Az alanyi az általában a feltétel nélküli. Tehát az nagyon fontos, hogyha van egy gyerek, főleg az anya részéről a feltétel nélküli szeretetnek mindig ott kell lennie, mert a legnagyobb gazember lehet a gyereked, akkor is szeretni fogod. De... A feltételhez kötött, ami egyébként az apának lenne a fő dolga, mind a két szülő, mind a kettőt kell, hogy gyakorolja, ez világos. Az apuka ilyenkor az, aki a feltételhez kötöttet jobban kell, hogy közvetítse, azt is együttérzéssel és bölcsesség, hogy édes fiam, kedves lányom, ha ezt teszed, ez a következménye. Ez a feltételhez kötött rész. És mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van. Tehát az egyik a világról szól, az érzékszervi síkról, az anyagi síkról, az ottani útról, az elérésről, az okról és az okozatról. Ez a feltétel lesz kötött. A feltétel nélküli az mindig arról szól, hogy itt vagy a szívemben, hogy sohasem válunk külön, hogy mindig szeretni foglak, és mindig szeretlek. Lehet, hogy kicsit óvis a kérdés, de... Szeretem az óvis kérdéseket. Még egy pár év van odáig, helyzet, hogy a reinkarnáció ugye már itt volt említés, és én nagyon szeretnék ebbe hinni, meg így látom is, ne. Hogy...
Ne szeressél te hinni benne. Abban higgy, amit látsz és tapasztalsz. De nagyon sokan koketálnak így, a elnézést nem rád vonatkozik, hogy ő szeretne hinni valamiben. Ne, légy szíves. Haladj az úton, gyakorolj, a jelenlévő kérdésekre akarj választ kapni, és hogyha a reinkarnáció, mint tapasztalat benne lesz, na ezt akartam hurá! Megkérdezni, hogy mert te azt látom, hogy te tudod ezt. Legbelül van egy bizonyosság, semmi, de... vagy egy bizonyosság van benned ezzel kapcsolatban, de az valószínű van. Azért, mert azt már te megtapasztaltad. Borzalom, amikor rálátsz előző életbeli karmáidra. És ez nem az, amikor téged utaztak valaki. És akkor egyszerűen valaki. Ezt így az ember így... Borzalom. Így megérzi. Meg. Aha. Mert a legnagyobb akkor... traumák és a legnagyobb gazemberségek jönnek föl legelőször. Innen tudod, hogy valós. És nem valaki megmagyarázta, hogy te milyen hercegnő, meg királynő voltál előző életedben. Tehát ezek azok, amikor nyugodtan kipipáltad, hogy valaki elvette a kis zsetonkádat, és szuggesztióban valamit kaptál, kész. Ez ennyi. Az nem tűnt föl, hogy az összes ilyen vastag névjegyes cég, aki ezzel foglalkozik, az csak szép emlékek. Csak. De az, hogy te gyilkos voltál, gazember voltál, kurva voltál, diktátor voltál, az nem jött föl. Ugye? Egyszer se. Tehát amikor te gyakorolsz, és teszed a dolgodat, hogy ez a pillanat tiszta legyen, és a tükör minden olyan szennyeződés megmutatkozik, ami az önképedet torzítja, az összes. Na most az mindegy, hogy ebben az életben lévő karmának látod, vagy korábbi. Dolgod van, mert ebben a pillanatban jelen van. De nem speciális az, hogy valaki emlékszik erre, meg tud nyílni, és kész. De ugyanolyan munka, sőt, nagyobb munka. Ezért szoktam mondani, hogy kétféle hiba van. Az egyik a bűntudat, amivel azonosulsz a korábbi karmáddal, és ezért nem vagy hajlandó, hogy én ilyen vagyok, az összes előző életem. Tehát most akkor így tessék engem elfogadni ezzel a rossz karmámmal, és én nem is vagyok hajlandó változtatni rajta, ez az egyik. Tehát a hamis azonosulás a karmával az a bűntudat eredménye, és a másik típusú hiba az, hogy nem vagyok hajlandó látni a karmámat. Tehát az egyik az, hogy elküldöm a látóhatáron túlra, a másik az, hogy letakarom vele a szememet. Mind a kettő nem látás, mind a kettő a vigyá. Mindegy, hogy milyen életből származik. Most itt van a tudatomban, és ezzel kell kezdeni valamit. Jó? Tehát vannak tanítványaim, akik több életet láttak, vannak, aki ezt az egyet, valaki ezt az egyet se. Érted? Teljesen mindegy, csak gyakorol, és előbb-utóbb a tudat tere kitisztul. Az önfeláldozásról szeretnék kérdezni. Hogyan tudnék segíteni egy olyan embernek, aki minden cselekedetét azt mások elé helyezi, és már-már ez szerintem az egészség rovására is megy? Úgy kell ezt tenned, hogy kimutatod, hogy ez az önfeláldozás valójában elkövetővé válás. Ő ezzel elkövetővé válik. Ezt nem értem. Azt mondod, hogy minden más ember cselekedetét a maga elé helyezi. Így van? Igen. Igen. Oké. Akkor viszont hol van ebben a saját felelősségvállalása? A saját tettem látása, a saját szabadságom gyakorlása. Ez nyilván nincs meg. Igen, de akkor a felelősségvállalás sincs meg. Ezt hogyan lehetne láttatni? Az ok és okozat tükrében egy olyan konkrét helyzetben, amikor egy mások cselekedetét húzza a maga elé, a magái elé. Tehát mikor, milyen helyzetben teszem mások cselekedetét magam elé, és mikor vagyok én az, aki elsőnek nyit be az ajtón és fogja az ütést. Az az igazi önfeláldozás, amikor ez a fixa idea elmegy, hogy mindig a mások cselekedete az első. Néha az enyém kell, hogy az legyen. Mikor van nekem az a szerepem, mikor nekem az a dolgom, hogy azt mondjam, hogy igen, ezt én tettem, és nem valaki más cselekedetét magam elé húzom. Ez a passzív elkövetés. Úgy tűnik, mintha mások tennének valamit. Valójában én tettem. Magam elé húztam a másikat. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én még sok évvel ezelőtt
elkezdtem látogatni egy tantra jóga tanfolyamot, ahol például a tantient, mint olyat masszírozták, hogy a zen gyakorlók is így fizikailag esetleg edzik ezt a központot, vagy nem? Nem. Ez nagyon hülyeség egyébként. Nem tudom. El kell mondanom, hogy de nekem még nem masszírozták a tantienemet. De most komolyan, amikor... Komolyan? Ezek amikor, után? Ne viccelj! Amikor... Tehát vannak olyan alkalmak, amikor ez fájdalmas, nem tudom, hogy... De tényleg... Tehát a tantiénben nincs semmi, ami fájol. Nem? Mit fáj, amikor a tantiénedet masszírozzák? Hát a szamurájok, ugye a szeppukut, ezt a tantiénbe döfött kis katanával követték el, és már föl is kellett húzni még egy kicsit balra, mert tényleg nem volt semmi, ami ott fájhatott volna. Egyébként tényleg nagyon fáj, de semmilyen létfontosságú szerv nincs. Uh-huh. Tehát ha fáj valami, akkor az a hasad, vagy valami, ki tudja, mi fáj. Tehát a tantiénben nincs szerv, ami fájjon, értjük? Tehát ez egy elképesztő érdekes dolog, hogy kapsz egy tantién masszást, és úgy érzed, hogy fáj. Hát mi fáj? Nem tudom nekem. Ha nem tudom, fáj. Az annyira tud fájni, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy mi tudjuk. Mi annyi mindent tudunk, és amikor egyszer csak a tantien praxis, most félretesszük az élményfürdőt, hogyha a tantien praxis következtében te rájössz, hogy valójában nem tudod, az annyira tud fájni, hiszen az intellektus hozzászokott ahhoz, hogy mindig valamit a kis fogával megragad, és harabdál. Harabdálja a saját gondolkodását, vagy a másokét, hogy ez most éppen igaz, és így csócsáljuk jobbra-balra. Amikor látod, hogy eredetileg az nincs, hogy ez egy létrehozott valami, hogy az nem abszolút, hogy ez egy illuzórikus dolog, és azt elengeded, ez az igazi tantien praxis, na azt tud fájni. Az összes többit a klub gazdájától kell megkérdezni, hogy téged miért úgy masszíroztak, és hogy ne simogassanak visszafelé. Nem ők masszíroztak, hanem mindenki magának. Hidd el, hogy nem érdekel. Tehát engem ez annyira... Tehát az, hogy téged hogy masszíroztak, ez annyira nem érdekel. Az, hogy a tantien praxisod az fejlődjön, éljen és burjánozzék, az igen. Jó? Hihetetlen. Okay, nagyon szépen köszönöm. És még nincs is teli hold. Következő kérdés. Lehet. Hanyas? Ötös? Közel. Az előbb feljött ez a kurvaság téma. Az. Fel. Fesz fel. És ez felhozott bennem egy kérdést. Húha. Az előbb feljött ez a kurvaság téma, és ez felhozott bennem egy kérdést. Ráláttam előző életemben, hogy voltam elkövető is, voltam elszenvedője erőszaknak, tehát egy-két ilyen rálátásom volt már életemben. Uh-huh. A legkisebb gyerekem 17 éves lány, és az ő más emberekkel való kapcsolódásaiban is látom ezt a fajta mintát, karmát, vagy nem tudom, tehát ezt a fajta dolgot, bár a rálátásom az ő előző léteire nincsen. Hogy dolgom-e nekem az ő hasonló karmájával foglalkozni, ami hasonló az enyémmel, mert hogy ez valami családi dolog. Persze. Vagy csak az a dolgom, hogy az enyémet gyógyítsam. Mind a kettő. A lányod, tehát azért elég sok felelősséged van itt, és mindig arra kell először utalni, ami érzékszerűleg tapasztalható. Tehát nem az elmélet, nem a saját belső meglátásod. Azt használd fel arra, hogy te magadon változtass. Miért? Ugye az európai pszichológia úgy mondja, hogy transzgenerációs karma. Igen ám, csak hát itt ő hozza magával a sajátját a tiédhez. Tehát egymáshoz születünk, és azért születünk egymáshoz, mert nagyon hasonló karmánk van. Ezt az áthatást úgy szoktuk mondani, hogy öröklődés. De itt nincs öröklődés, hanem adás és kapás van abból, amit te hoztál magaddal, és amit a gyerek hozott magával. Oké? Okay? Tehát ezért van óriási felelősség, mert hogyha a szülő jól ismeri saját magát, akkor azt is látja, hogy a gyereke miért született hozzá. Van idő ezt kibontani, hiszen a gyerek nem rögtön manifesztálja a karmáját, szépen fokozatosan, mint a fa évgyűrűi. És innentől kezdve tényleg dolgod az,
hogy ahogy a gyerek viselkedését látod, úgy az ok és okozat törvényének a tükrében bemutatod, hogyha te ezt így csinálod, akkor ez lesz belőle. És túlzás nélkül belehelyezed egy nagyobb környezetbe, hogy akik hasonlóan viselkednek, mint te, azok ilyen és ilyen következményekkel néznek szembe. És mindig is ez alapszabály, nem tenyerelünk bele a karmának a központi traumájába. Nem szabad. Elvész a bizalom. Tehát mindig az adott jelenségek szintjén, néha kínosan, fokozatosan, de úgy, hogy a hihetőség és a bizalom megmarad, úgy gyógyítod. Magyarul, hogy vitán felül álljon az, hogy ő éppen mit mondott, mit tett. És akkor az emögötti gondolatokat és érzéseket teríted föl, amelyek a forrásai a tetteknek és a szavaknak. És innentől kezdve óriási feladat az, hogy magadon is változtass. Miért? Ha magadon nem változtatsz, érdemben a lányodon sem fogsz tudni. És bocsásd meg magadnak, hogy ha egy előző életedben prosti voltál, mert lehet, hogy akkor nem volt más választási lehetőséged. Én megbocsátottam magamnak, hogy katona voltam, és pap, és nem egyszer, és azt tettem, amit. De az nagyon jó motiváció, hogy most ezt az életed üveghangra kihúzassam úgy, hogy az korrekt legyen, relatíve korrekt, mert tökéletes nem lehet. Érted? Tehát ilyenkor muszáj belül is dolgozni, és kívül is dolgozni. Az egyenlet az, hogy amennyi haladást elérsz magadban, annyit fog a gyereked is elérni magában, rövid távon. Hosszabb távon meghaladhat, hogyha jó tanítást adsz neki, akár közvetlenül, akár közvetve. Sajátodat, vagy másért, amiben hiszel. De hogyha nem dolgozol magadon, és nem változol abban az irányban, amerre kell, akkor a gyerek ösztönszerűen leveri ezt rajta, és bekeményít az egójával, és akkor te leszel a bűnbak, mert te mondtad. Érted? És ilyenkor az ok és okozat kimutatása, feltételhez kötött tanítás, és az a szeretet, amiről az előbb beszéltem, hogy egy családba születtünk, közös karmánk van, a feltétel nélküli, egyszerre kell. És mindig az adott pillanatban adagolni, hogy melyikből mennyit. Úgyhogy itt a feladat. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Nekem a lustaság kérdésével lenne kapcsolat. Várj egy picit. Lehet, hogy erre a kérdésre most nem válaszolok. Ellustultam így a végére. Na milyen lenne, hogyha itt lenne vége? Csalódott lenné, mi? Hát itt nem a lustasággal a probléma. Na mondjad. Hát úgy konkrét kérdés nincsen, csak úgy ez így unblock, hogy valakinek van egy célja. Nem, például... nincs, ilyen nincs. A te kérdésed kell, hogy konkrét kérdés nincs. A te kérdésed kell, nem unblock. Gyerünk. Tehát meghatároztam magamban egy célt, például szellemi fejlődésben, és hogy tudom, hogy ezt kell tennem ahhoz, de hozok magamban egy döntést, hogy nem azt választom, hanem a könnyebb utat. És azt a kis önsorsrontó személyiség alkotóját neki te! Hát ez a kis X elem benned, amelyik így áthúz egy csomó mindent, és így utána felmutatjuk az elrontott önsorsot, hogy jaj, hát én szenvedek. És tessék rajtam segíteni! Na, hát a felnőttével ezt hidd el, nagyon sokáig csináljuk, és elég fiatal vagy ahhoz, hogy ezeket a tendenciákat te kinőd. Jó helyre jöttél, mert itt nem hagyunk szellemileg gyermeknek, itt ez a felnövekvés helye, és a tudatosodás arányában tudsz felnőni. Ez azt jelenti, hogy semmi más dolgod nincs, mint hogy a saját magad által keltett önsorsontó folyamatokat állítsd le. Ennyi. Meg akarod tenni azt, amit a szellemi célok elérése, 100-szor elbuksz. Én is. De 101-szer állj föl. Észreveszed 20-szor, hogy lusta vagy. 21-szer adj magadnak energiát és motivációt, és akkor nyersz. Csak a karmádat kell legyőzni, semmi mást. Köszönöm. Szívesen. 400 leborulást naponta, csak úgy mondom. Alapkötvény, de van följebb is. Egyéb kérdés? Hogyan tudok segíteni valakinek, aki úgy érzi, hogy kilátástalan lett az élete? Nem mondj neved, de ki az? Milyen viszonyban van veled? Egy munkatárs. Mondd ki még egyszer. Egy munkatárs.
És már más. Sokat jelent neked ez a munkatárs? Hadd lássam az arcod, állj fel. Hát úgy éreztem, hogy jó viszonyban vagyunk, és ő igazából eltitkolt előlem. Az első munkatársban volt a titok, amikor először kimondtad. Te jóval nagyobb titok van, mint egy munkatárs. Pedig nek számomra csak egy munkatárs, akivel jó. Jó, a titok az, amivel több. Ezért nehéz. Ha csak egy munkatárs lenne, a kis büfébe leülnétek, beszélnétek, az kész. Itt jóval több érzelem van. Hát régóta jobban vagyok vele. Régóta. Istenem. De ő is jobban van veled? Azt hittem, hogy igen, de... Szeretted volna, de mégse. De igen, valami... Valójában mindig... segíteni szeretnél rajta, vagy azt, hogy jobban legyen veled? De nem ugyanaz. Nem, segíteni szeretnék neki. Problémája van? Igen. Úgy érzed, hogy te vagy az illetékes benne? Nem. Az a baj? Csak ott tudsz illetékes lenni, ahol a teremtésed megmutatkozik. Magyarul, hogyha a problémának a teremtésében te részt vettél, akkor tudsz érdemben segíteni neki, de te nagyon szeretnéd, hogyha segíthetnél neki. Igen. Ugye? Mert azt érzed, hogy ezáltal egy kicsit közelebb kerülsz hozzá. Lehet, bár én nem így gondoltam rá. Ó, nem is kell így gondolni, elég, ha így érzed. De igazából itt az egyetlen egy kérdés, ami nem beavatkozás a belügyekbe, az, hogy segíthetek? Ezt feltetted neki? Fel. Válasz? Hogy nem tudok. Uh-huh. És ezt is érzem, hogy nem tudok, de... Hát elhiszed, hogy nem tudsz? Lehet. Azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy elégséges volt, hogy meghallgattam. Hogy lehet, hogy azzal segítettem neki. Azzal egy kicsit magadon segítettél. Uh-huh. Részben ő rajta is. De nehezen artikulálod az érzelmeidet, mert félsz a visszautasítástól. Mármint, hogy ő nem fog... Uh-huh. Vagy visszautasítja a segítségnyújtásomat. Nem, téged. Azért akarsz segíteni, hogy közel légy hozzá. Köszönöm. Nem végeztem. Nem. Nem. Ne cseréld fel a segítséget az intimitással, jó? Tehát itt, hogyha tényleg érzelmileg közel akarsz kerülni hozzá, akkor kell egy olyan környezetet teremteni, ami nem a segítségről szól, nem a munkáról szól. Ha ezt meg tudod teremteni, tisztán ki tudod nyilvánítani az érzelmeidet. Általában a munkahelyen ilyen szinten nem ismerkedünk. Nem arra való. Ki szoktunk menni egy teázóba, egy tópartra, egy bárhova. Oké? Tehát nem véletlen, hogy ezt nem tudtad még artikulálni, hiszen nem biztos, hogy a helyzetet létrehoztad ahhoz, hogy ez meglegyen. A segítséget ne tévezd össze azzal, hogy nagyon közel kerülsz máshoz, sőt, ha nagyon közel kerülsz máshoz, nem tudod segíteni. Mert túl közel vagy. Túl intim a viszony. Tehát ne tessék a kettőt keverni, mert nem vezet jóra. Úgyhogy meg kell tanulnod az érzelmeidet úgy kinyilvánítani olyan helyzetben, ahol számodra az önazonos. Hogy te tényleg ezt érzed, és te tényleg ezt mondod. És tényleg ezt teszed, és tényleg ezt gondolod, és ezek egy irányba mutatnak, és ezek átfedők. És nincs az, hogy mást gondolsz, mint amit mondasz, mást érzel, mint amit teszel. Ez a kín, ez az, amikor belül széttagoljuk magunkat, mert nem merjük vállalni magunkat. Na, ehhez megfelelő helyzetalkotás, helyzetteremtés kell. Munkahelyen nem lehet vörösboros randevút csinálni. Úgyhogy tessék az érzelmekre úgy odafigyelni, hogy megfelelő helyen, megfelelő módon ki tud nyilvánítani őket. Ez számodra feladat. Jó. Anyai vonal egyébként, csak megsúgom. Jó? Anyai vonal egész generációs feladata, nem csak a tiéd.
Köszönöm szépen. Szívesen. Létezik-e olyan különleges képesség, amikor valaki, és akkor lehet, hogy te vagy rá a legjobb példa, a másiknak az érzéseit fel tudja ismerni és átvenni, és hogyan tudunk különbséget tenni, hogy ez a sajátunk vagy a másiké? Te ennyire jól élsz? Tehát ilyen luxus kérdésekre van időd. Ez azt jelenti, hogy semmi bajod. Hogy minden rendben van. Egyébként az együttérzés gyakorlásáról van szó, hölgyeim és uraim, ez a tükörszerű, tiszta, egyévált tudattal megvalósítható, és a tükör sohasem azonosul a tárgyával. Pontosan látod benne, hogy mi a te érzésed, mi a másik érzésed, de hát ez egy tükörben van. De nem keverjük. Hát én úgy érzem, hogy néha nem tudok különbséget tenni, hogy ez most valóban a másikat érzem, vagy csak én kivetítem a másikat. Még jobban kell figyelni. Mert ha rávetíted, és nem az övé, abból szenvedés van. A megkülönböztető bölcsességet és az egyévállást egyszerre kell gyakorolni. Mondjad, hogy nem érted. Ezt nem érted. Én sem. Ezt nem értjük, ezt tapasztaljuk. Tehát az egyévált tudat és a megkülönböztető bölcsesség, ez teljesen világos. Hogy látod nagyon világosan, hogy az ég kék és a fű zöld, de te nem vagy egyenlő az éggel és a fűvel. De azt látod, hogy nem az ég zöld és a fű kék. És azt is tudod, hogy a másik ember ege és a te eged ugyanaz. De az ő látása, hogy kék, és a te kéked az már nem. Oké? Okay. Ideje szorongok, amikor például egy nagyobb tömegbe kell beszélnem, vagy felszólít például a tanár, vagy ilyesmi, és hogy ezt a szorongást hogyan lehetne megszüntetni? Hogy... Szorongsz? Egy kicsit. Egy kicsit? Jaj, de szerény is vagy. Mitől szorongsz? Mondd el nekem. Hát... Igazából nem tudom, csak... Olyan érzésem van ilyenkor, hogy... Hát, hogy ugye mindenki... Néz, és hát nem tudom, nem érzem ilyenkor jól magam. Uh-huh. Ez még régebben egy barát, vagy hát most már nem barátom miatt alakult ki. És... Mennyire bízol magadban? Bízok magamban, csak nem tudom kontrollálni ezt a félelmet. Mitől félsz? Nem tudom. De. Segítek. Tőlem félsz? Nem. Apától félsz? Anyától félsz? Jó. Ez a három, ez nagyon fontos. A tanító, az apa és az anya, ettől nem félünk. Őtőlük nem félünk. Itt egyetlen egy dolog fontos, hogy megteszel valamit, és látod az eredményt, és ebben az eredményben bízhatsz. Az eredmény alapján magadban is bízhatsz. Megint teszel valamit, megint látod az eredményt, megint bízol magadban, mert helyesen cselekedtél. Ugyanez a gondolatokkal és az érzelmekkel. És a beszéddel. Ez a négy nagy területe van a személyiségnek. Helyesen gondolkodsz, helyes gondolat lesz az eredménye. Helyesen beszélsz,
megbízható beszéd lesz az eredménye. Ezeket figyeld, és akkor a korábbi szorongás karma elmúlik. Ez mind-mind elmúlhat. Ez a jó hír. És a munka pedig az, hogy magadban felszámold azt a korábbi önképet, amiben nem bízhattál. Na az jó, hogy anyában és apában bízol, és a tanítóban is bízol. Ez nagyon fontos. Így tudsz haladni az úton, jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Utolsó két kérdés, hölgyeim és uraim. Én ott a tiszta tükörnél leakadtam, hogy ez a mások érzelmének az átvétele. Én csomószor érzem azt, hogy nem az enyém ez az érzés, vagy ez a gondolat, de mégis én élem meg. És miért? Hogy... Vajon miért? Hát de hogy én a társaságodban azt, van valaki, aki azt érzi, érezteti. Hát azért az érzelmek nem állnak meg itt a testkontúrnál. Nem kell, hogy a társaságomban legyen. Az már haladó. Mondom picit konkrét. Hát én meg pont azt érzem, hogy nem. Tehát, hogy mondom konkrétabban, én így... Mindenki helyett meg akarok élni mindent, mindenki helyett meg akarok oldani mindent, és azt gondolom, hogy fú, én segítek. De hogy ez szerintem nem segítés. Őszinte együttérzésem, te eddig hogy húztad ezekkel a motiváló mondatokkal? Meg kell kérdezni a férjemet ott elől. Nem tudom. Ez láthatóan akkor nem csak neked okoz problémát. Igen. Igen. Tehát az, hogy mindent meg akarunk oldani, mindenkit meg akarunk menteni, minden problémát magunkra veszünk, ez a környezetet pusztítja. Tehát ez egy elképesztő karma. Én azért azt gondolom, hogy te egészségesen meg tudod különböztetni, hogy tényleg az aznapi konyhaasztalra mi fér rá. Tehát nem akarod a teljes világnak a probléma készletét hát rátenni. Pont ez az, hogy mostanában nem. És nekem is hasonló gondom van. Elkezdtem szorongani, elkezdtem pánikolni, nem tudom én. Tehát, hogy így... És ezt már így érzem, hogy így otthon is sok. Tehát a lányomnak is, meg a férjemnek is. Megfelelési kényszer. Igen. Na, ezt kell leküzdeni. Okay. Megfelelni kell, de nem kényszerből, hanem abból az egészséges akaratból, hogy neked most ez a dolgod. Tehát az előbb elhangzott a mi a dolgom kérdés, ez úgy ki fogja egyenlni ezt a világ megváltó illuzórikus éjséget, hogy nagyon. Most mi a dolgom? Tehát ez egy üdítő dolog, amikor bemegyek, az 30 négyzetméteres családi lakunkba, és látom, hogy az a dolgom, hogy a használt pelenkát összeszedjem a padlóról. Teljesen világos. Utána megtöltöm a vizes üveget, stb. Tehát ez egy teljesen normális. Mert épp most mit csinálsz? Csináld azt. Két kezed van, két lábad. És az... Hogyan tudom a fejembe azt rendbe tenni, hogy mondjuk nem dolgom a szüleimnek az életét élni. Például anyukámnak 2 éve volt egy agyvérzése, amiből testileg viszonylag szépen felépült, az afázia meg a jobboldali bénulásából. Elméletileg nagyon jól lenne, nem tudja feldolgozni, és folyamatosan meg akarom helyette élni, meg akarom javítani az ő életét, vagy az ő karmáját, vagy nem tudom, hogy ez miért történt vele. Szerencsére van férjed, aki emlékeztet arra, ha te elfelejtenéd, hogy ez nem a te dolgod. Ugyanis ilyenkor el kell mondani, hogy nem édesanyádat vettem feleségül, hanem téged. Ne az ő életét éljed, hanem a sajátodat velem együtt. Jó? Szerepeket nagyon le kell tisztázni, mert hogyha nincsenek meg a határok, akkor előbb-utóbb olyan széttagoltság, olyan szétesés, olyan energiaszegénység van, hogy ez valami hihetetlen. És ez tud, hogy a szorongás az itt egy figyelmeztetés, hogy ez így nem lesz jó. És az univerzum mindig ad egy figyelmeztetést, amivel a hiba tudatosodik, hogy ne kövesd el. Ha mégis elköveted, akkor már semmi védelem nincs. De egy figyelmeztetést mindenki kap. Nézd meg. A legrosszabb döntéseidet megelőzte legalább egy ilyen fuvallatnyi, kis hűvös, finom impulzus, hogy talán nem kéne. Hallgattál rá? Ugye nem? Mert jobban akartad tudni. A kis arrogáns elméddel, majd te jobban tudod. Kösz, akkor viszont itt a lépcső gurulsz is rajta lefele. Mindig kapsz egy figyelmeztetést. Minden fontos döntésednél, ami éppen rosszul sülne el.
az intuíció lényege, hogy hibatűrő. Dönthetsz másképp is. Semmi gond. De a következményeket te viseled, és a környezeted, és akkor pedig takaríthatsz évekig. Évekig. Jó tanulás, mi? Na, így életeket el lehet tölteni. Úgyhogy tessék szíves leegyszerűsíteni, letisztítani, és a saját életedet élni, és paradox módon ebből a leegyszerűsített, letisztított szerepből tudsz igazán segíteni apának, anyának és az összes többi lénynek, kutyának, macskának. Amikor nincs szereptévesztés, mert túlig ezek a határok. És ezeken belül tudsz igazán önmagad lenni, és ebből a helyzetből tudsz igazán segíteni másnak. Egyébként nem, mindig valami félre csúszik. Félreértés van. Valami nem ment át. Oké? Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés, itt ágaskodott valahol. Tessék. Szülő és gyermek kapcsolat. Egész pontosan a kamaszkor borzalma. Mindkét lány vagy fiú? Az apa és a lány. Keménység, igen. Hát. Igen, anya hol van a képben? Anya hol van a képben? Ugye ő a nagy megengedő. Tessék? Ő a nagy megengedő. Mindent megenged? Gyakorlatilag. Abból baj van. Igen. Hát először is anyával kell szövetséget kötni, tudom, hogy ez nem könnyű, hogy mit engedünk meg a kamasznak, és mit nem. Ugyanis nagyon világos az, hogyha túl nagy a megengedés, akkor a kamasz elképesztő rossz helyekre tud jutni, és nagyon nehezen jön ki ezekből a helyzetekből. Hogyha pedig túl szoros, akkor meg úgy fellázad, hogy egyszer csak eltűnik, és Barbadosról fog újraírni, hogy szerbusz, és ilyen rasztahajú jamaikai csákokkal fog utána visszavillantani. És akkor meg ez a baj. Tehát akkor meg túl szoros lett a történet. Úgyhogy itt is, uram bocsá, az okozatiság nyugodt szívű láttatása anyuka előtt és a lány előtt egyaránt. És egy olyasféle hozzás, hogy én segítek, de helyetted nem oldom meg a problémát, amit te teremtesz. És ezt le kell tudni nyelni belül, hogy nem tudod megmenteni a saját sorsától. Tudod tanítani, de a karmáját nem tudod elvenni. És az első nagy tanítás neki pont ez, hogy 14 éves vagy, és most, ha ezt megcsinálod, akkor ez lesz a következmény, és senki nem áll az utadba. Senki nem fogja helyrehozni. Anyuka nyugodtan megengedheti ezt, akkor engedje meg a visszacsatolást is. Ha megengedte, hogy kiöntse a padlóra, akkor azt is megengedi, hogy fölmossa. Úgyhogy ez a keményebbik vége az embotnak. És egyszerűen azért, mert a világ, ez a föld, ez egy ilyen hely. Tehát az ok és okozat kőkemény tanító helye. Hát itt vagy hajlunk, vagy törünk, de meg kell tanulni a leckét. Ő is megfogja. És az apa, aki az első nagy védője a leánynak, néha tehetetlenül nézi, hogy milyen helyzetekbe sodródik bele, főleg, hogyha anyuka nem áll az oldalán. Úgyhogy ezért kell először anyával egy viszonylagosan elfogadható közös platformot kialakítani, hogy milyen elvek szerint szeretnénk ezt a gyermeket nevelni, mert ha ezek széttartanak, akkor a két szülő közti résbe beleesik a gyerek. De nagyon beleeshet. Tehát úgy eltűnhet, úgy elmagányosodhat a két szülő közti távolságban, abban a szakadékban, ami a nézetvilágok között van, hogy ez tényleg káros, nagyon káros. Úgyhogy ha ő szenved, akkor rá kell ébreszteni a szenvedés tényére, okára, megszüntetésére és a megszüntetés útjára. Ezzel a négy nemes igazságot megtanítottad neki, úgyhogy a buddhizmusról még semmit nem hallott, ne is halljon. Ne az legyen a dackorszak tárgya, hogy apu akar valamit, mi meg csak azért se. És meg kell határozni az irányt, hogy mit akar. Az ok és okozat működésének tükrében szenvedsz, és ezzel szenvedtetsz. Hagyod, hogy szenvedtessenek, és ezáltal szenvedsz. Az aktív és passzív egyaránt helytelen. Tehát az áldozat és az elkövető egyaránt helytelen. Vagy pedig valami más utat választasz.
És a más út az, hogy hajlandó vagy fölébredni az illúziókból. Hajlandó vagy kijönni a téves nézetek labirintusából. Hajlandó vagy az önképeden változtatni, és ez, hölgyeim és uraim, kamaszként nagyon nehéz. Elképesztően nehéz, hiszen akkor kapjuk meg az utolsó egó réteget a nemi éréssel, és az egész energiánk terítésével a környezetben. És az apának, aki tényleg a tanító, a védő, az első nagy mentor, ugye, a kamaszlány felé, a lánya felé, ez egy elképesztően nehéz kenyér, hogy lássa a hibát, és segítsen javítani, de nem teheti meg helyette egyiket sem. Úgyhogy itt is a határokat föl kell ismerni, és föl kell ismertetni, amennyire lehet. És nem lehet annyira, hogy ez hibamentes legyen. Nem lehet annyira, hogy ez traumamentes legyen, de meg kell próbálni. Tehát az emberi lét tökéletlensége, mulandósága és feltételez kötöttsége bizony itt is kijön vastagon, keményen. Én kívánom azt, hogy mindannyian haladjunk a felébredés útján, érjük el azt a tudatállapotot, amelyben az okozatiságot nagyon jól látjuk, a feltételhez kötöttet és a feltétel nélkülit egyaránt jól látjuk, és együttérzéssel és bölcsességgel haladjunk egy olyan világ felé, amelyet mi teremtünk, ezáltal egy sokkal megvilágosodottabb életet és félelem nélküli halált létrehozva. Köszönöm a figyelmet!